Már egy évtizedes múltra tekint vissza az ötvös kupa, azonban csak tavaly nőtte ki magát nemzetközi kosárlabda tornává, amikor a magyar csapatok mellett két határon túli együttes is csatlakozott a mezőnyhöz. Ezzel egy hiányt pótoltak a szervezők, hiszen előtte nem rendeztek még Nyíregyházán nemzetközi kosárlabda kupát. Az elmúlt évben volt először nemzetközi, akkor két külföldi csapat vett részt, a Kassa és az Újvidék, valamint az országból különböző kosárlabda akadémiáik utánpótlás csapatai. Tavaly még 12 éves korban rendeztük, idén az U14-es korosztályt céloztuk meg, és valószínűleg ez marad majd hosszú távon is. Ebbe a korosztályba fogjuk valószínűleg jövőre is megrendezni ezt a tornát. Idén 5 magyarországi utánpótlás csapat vesz részt a kupán. Az NKK ötvös csapata egyedüli, nem akadémiai csapatként indul a megmérettetésen, a másik 4 együttes, a Debreceni Sportcentrum, az Óbudai Kaszások, a Budapesti Honvéd és a Szolnoki Sportcentrum mind akadémiai csapatok. A mezőny tavalyhoz képest annyival erősödött, hogy már nem 2, hanem 3 határon túli klub képviselteti magát. Az újvidéki és kassai együttesen kívül ezúttal nagyváradi kosarasok is játszanak majd a tornán. Az ötvös kupa nem csak rangos kosártorna, hanem a város népszerűsítését is szolgálja. Sok szülő érdeklődően ilyenkor nem csak Nyíregyházáról, hanem Debrecenből, Szolnokról, Budapestről is megnézik a városunkat, szurkolnak a gyerekeknek, itt vannak egész hétvégén, nem csak a kosárlabdának, hanem a városnak is egy jó kis promóció, ez egy jó kis program, amikor ezek a szülők, akik elkísérik a gyerekeket, megismertik Nyíregyházát, illetve Sóstófürdőt, de ebbe igyekszünk mi is úgymond élen járni, hiszen a gyerekeket szombaton visszük az állatparkba, fürdőbe, tehát amit választanak arra olyan programra. Az ötvös kupát péntektől 3 napon keresztül rendezik meg Nyíregyházán. A legjobb csapatok vasárnap mérkőzhetnek meg a döntőben.